Sziasztok! Ezennel a német 9-es nehéz tankról, az E75-ről készült replayt fogom bemutatni, amit Kolbassa 44-től kaptam. Köszönöm szépen, hogy elküldted. Itt vagyunk Hallufon, rendkívül jó matchpicking, két 9-es tank van, és a fele csapat gyakorlatilag 7-es. Úgyhogy elméletileg nagyszerű csata elé nézünk. Ugye a tírelőny és mégiscsak az ágyunknak, a ágyunk sebzésének, nagyságának az előnye olyan dolgokat eredményezhet, mint például egy Redley Walters medál, ugyanis valami ilyesmi fog itt készülni, legalábbis a leírás alapján, és nagyon remélem, hogy nem vert át a replay beküldője. Hát reméljük. Úgy, hát végül is 32-es csapatsebzéssel indítunk, ez gyakorlatilag minden csatám így indul, tehát nem szokványos, nem, ez egy szokványos dolog, legalábbis részemről, mert gyakorlatilag minden csatám így indul, 6-os szinten vagy egy helketet, vagy egy LC-t, vagy valami ilyesmit találok el, nagyobb szinteken pedig gyakorlatilag minden elém tud jönni, én meg nem az a fajta vagyok, aki megáll, hogy ne legyen egy kis csapatsebzése. Tehát a hegyet vesszük, amit én kanyarnak hívok, vesszük irányul, ami jó döntés, úgy kellene játszani gyakorlatilag mindenkinek a heavyvel, hogy nem kempelni a kezdőnkön, két, a hegy egyik oldalán, illetve másik oldalán, hanem megcélozni ezt a szorost, és ez egyébként erről a meccsről nem is mond, pont, hogy elmondható, tehát ez a aktivitás, mert általában, amikor én ide kerülök, olyan csapatot kapok, aki rendkívül passzív, tehát minden heavy, mindenki fent kempel, és most gyakorlatilag egy olyan három tankunk maradhatott fent, ahogy nézem. 5.32-t kap az IS-8, 9-es szint, 532-es sebzés egy lövésből. Elég OP tank tud lenni ez az E75, de a 9-es szint legopi tankjának én akárki akármit is mondom, az ST1-et tartom, vagy ST-it, annyi lehetséges megnevezés van arra a tankra is, de én egyértelműen ST1-nek hívom. Szóval találtunk itt ugye ezt a bizonyos 511-es sebzést kapott megint, ez a bizonyos IS-8, amit itt találtunk, előbbi mondatomat folytatva, illetve a T-29 van még itt, a domb másik oldalát pedig egy Tigris 2, illetve egy IS-3 védi, ami már inkább bázis, nem domb másik oldala. T-29 torony rendkívül jól van páncélozva. Hát az IS-8 torony oldal az annyira nincsen, mondjuk a T-29-és sem, de arra akartam kiukadni, hogy mivel látjuk a kupoláját, ezért tökéletesen meg tudtuk volna sebezni azt is. Ez a nagy zoom, ez annak köszönhető, hogy ugye van egy ilyen mód, ne kérdezzétek a nevét, mert nem használom, de ismerem, lényeg az, hogy jobban rá tudsz zoomolni a dolgokra. 3.94, még annyi sem, megvan a második killünk, és egy 1500 sebzés lehet. T-29 van, még mindig. Itt a... úgy. Jól tetted, hogy lejjebb vitted. Viszont én most mégiscsak ott a hegyet, ahová most nézel, lőttem volna meg. Itt az ELC-t kellene sebbe kapni. T21 halt, vagy T71, bocsánat. És még az ELC van, ami nagyon mozog. Na most. És mellé, sajnos mellé ment. Tigris 2. Na, láthatatlan, valószínűleg el fogjuk találni, és 2, 4, 6, 7 tank maradt, van 2. killünk, tehát én nem tudom, milyen kamecs, ha jól számolok. LC... nem LC, elment, és még a 13-95 sem sikerült eltalálni. Hát, lehet, hogy nem sniper tank ez az E75, és sajnos eltűnt spotról, nem tűnt el spotról, csak nincsen akkor a látótávunk, hogy ellássunk az LC-ig, mindenesetre a 13-90 szépen toladgatott, úgyhogy elvileg is lövettük volna, de mi mégis a Tigris 2-t lőjük meg, 4-56 belemegy, gyönyörű sebzés, jön a Tigris 1, tehát a kettesnek az elődje, ugyebár, és szépen elfogyott a csapat, azt is meg kell említeni, Tigris 1, nem T-71, Tigris 1 száguld. És ki jön a link?
19-en pötyögtet a másik oldalról. Egyébként megvan az esély, hogy átvisz, de nem túl nagy ez az esély. Az sajnos mellé ment. Na, lassacskán csak egyedül maradunk, ahogy nézem. Egyébként nem vagyunk rossz helyen. Legalábbis most nem. Bázisra simán rálátunk a kezdőnknek a kezdőnkre is, illetve egyik oldalról fognak minket. Ó, Centurion a hegyen, az igen. Viszont a másik oldalon nem fog minket senkit, ez lehet, hogy később baj lehet még, vagy ebből még baj lehet, akarom mondani. Centurion 467, pedig nincsen kis páncélja. Szép lövés. Ó. Tank hátáról is pattannak, 6 tank maradt, van 2. Akkor lehet, hogy nem Radley Waters, csak én mondtam rosszul. 4.33 HP, ez meg lehet, de sajnos le fog tolatni, és nem fogunk rálátni. Hát ez lement. De megyünk utána. Állj meg. Puff, szép. 3 kill. És meghalt a Tigris 2-esünk, mi pedig egy 13.90-től, szóval feltételezhessük. Igen, az nagyon szép kifejezés volt. Még a hangsúlyt is megadtam a sok S betűvel. Feltételezhetjük, hogy valamelyre arra lesz az a 13.90. Tigris pedig ugye lent volt a bázison, a Tigris 2-vel együtt, ami az utóbbi ugye egy lövése van a haláltól. Ott is van a Tigris 2. Pattant, mi pedig nem pattanunk, mondjuk eléggé szögbe volt az az oldala. Én nem tudom, hogy vitte át, mindenesetre szép, megvan a negyedik kill. És az is hárunk is halálán van, gyakorlatilag. Ó, megvan a Yacht Panther 2. 4.89, nagyon szép. Még 2 lövés, aztán meg is van. És nem visszatolat, hanem előrébb jön, hogy tudjuk lőni. Egyébként minél hamarabb ki kellene szednünk azt a Panther 2-est, mert hamarosan jönnek a hátunkba, és ez nem lesz túl kellemes. És kigyújtjuk! Micsoda szerencsés lövés, pont visszatolatott volna. 5 kill, 3 tank maradt. Talán fél HP. Hát nem, a 13-90-ben picivel több van azért. Itt nem mennék ki. Ú, és most nézem, a lőszerünk is fogyóban van. 3 normál, 5 prémium, illetve egy repesszel rendelkezünk. Hát ez nem biztos, hogy előnyös akkor, amikor 5 killing van, tehát egy rendkívül szép csata, és egyedül maradtunk 3 ellenséges tank ellen. A HP-nkkal egyáltalán nincsen gond. Viszont ez a 13-90 meg fog minket táncoltatni, úgyhogy a legjobb dolog, amit tehetünk, amit most teszel is, megvárjuk, hogy a Tigris feljöjjön, és 459-es sebzéssel, vagy HP-val megadja nekünk a Top Gun-unkat. 490-es átlagsebzésünk és 246-os átütésünk van egyébként, ezt nem mondtam el, elnézést, és nem tudunk mit csinálni, tehát 13-90 simán körbe táncol minket, és ez mondhatni így van rendjén, vagy nincs, az majdnem megvolt. Szép lett volna, hogyha segélybe tudsz menni. Szóval nem tudunk vele valószínűleg mit csinálni. Gyorsabb, ő jöhetne a mi hátunkba, de ezt nem teszi, úgyhogy... Ó, ott a Centurion, megvan a Centurion, de ráfordulunk és hátba fog jönni a 13-90. Szép lövés a Centurionba, de az a 13-90 csak táras. Jújjúj, szoró üthelyzet, és belénk fog tárazni. A múrekket kaphatod? Vagy olyan lassú? És azt is kigyújtod! És 36 HP-ról eloltja. Basszus! Pedig szép lett volna, és egy lövésnyi erre vagyunk a halától. El tudjuk kapni? És nem fordulunk olyan gyorsan. Ez itt nagyon nem jó. Jön a Centurion is. Kifogyott a 13-90. Jó, arra nem lőnék. Centurion gyors, igen, mert tölt, azt pedig leütközzük. Gyerünk, gyerünk, szép! Szép, nagyon szép. Ez igen. Gyönyörű, 8K Radley Waters Top Gun, hogyha nem volt tankászod, akkor feltételezem, hogy az is megvan. Nagyon szép csata volt. Most már valamilyen replay-eket küldtök nekem, mindegyik elég jó, de a végére meg egyszerűen olyan adrenalin löket van, hogy hú, nagyon szép csata volt. Itt a végén, egyébként, hogyha nem a Centurionra fordulsz le, hanem a 13-90-re, akkor valószínűleg vége lett volna a csatádnak. És ugye
mégsem arról híres az a 13-9, hogy nagy páncélja van. Ez be is bizonyította, ugyanis azt a 36 HP-t ütközés, három ütközéssel sikerült leszednünk róla, és ugye nem volt az nagy koccanás, épp hogy hozzáértünk. Lényeg, hogy a HP-ja mégis elfogyott, gyönyörű csata volt, köszönöm, hogy elküldted nekem, nektek pedig, hogy megnéztétek a videót. Sziasztok!